Üdvözlök mindenkit szeretettel, és hát ugye folytatjuk a múlt hónapban elkezdett dogmatikai sorozatunkat. A múlt alkalommal egyáltalán ugye a dogmákról, a hitigazságoknak a fajtáiról beszéltünk, most pedig hát bele bocsátkozunk az első igazi dogmákba, amelyek az Isten létét érintik, Isten lényegét, Isten tulajdonságait, de azért mindenek előtt egy dolgot tisztázni kell, hogy megismerhető-e az Isten. Ugye, hogy az ember egyáltalán föl tudja ismerni, és el tud-e érni valamilyen módon az Istenhez, és hogyha igen, akkor milyen módon. Tehát az Isten létéről szólnak ezek az első dogmáink, egyes számú. Isten biztosan megismerhető az ész természetes fényével a teremtett dolgokból, és ez egy defide, tehát a hitbe kötelező, elfogadandó állítás. Tehát, hogy Isten biztosan meg lehet ismerni a természetes eszünkkel is, a teremtett világból, a teremtett dolgok alapján. És ezt ugye az első vatikáni zsinat mondta ki, ezt a dogmát végérvényesen. Tehát föltételezi azt, hogy létezik egy olyan Isten, aki a világon kívül van, aki egy személyes létező, és ugye ő az ismeretünk tárgya, az ismeretünk eszköze, de pedig a természetes ész, mégpedig ebben a mostani bűnbe esett állapotában, és ugye, hogy milyen módon, milyen eszközzel jutunk el az Isten ismeretéhez, a teremtett világon keresztül. Persze azért Istent más módon is meg lehet ismerni, majd látjuk, hogy milyen módon, de ez dogmája az egyháznak, hogy lehet, ami eszünkkel is. És ez nagyon-nagyon fontos, mert majd látni fogjuk, és látjuk is, hogy a mai világban ezt nagyon sokan kétségbe vonják. Nagyon sokan az egész vallás kérdést azt az érzelmeknek és a véleményeknek a területére száműzik. Tehát ugye, hogy csupán egy vallásos érzés van, és abból kiindulva, hát mindenki megalkotja a saját vallását, de hogy az észnek, az értelemnek, a logikának nincs keresni valója a teológia területén, illetve a vallásunk területén, pedig ez egyáltalán nem így van, mert Isten azért adta az eszünket, hogy eszünkkel is keressük őt, és a logikánkkal is eljussunk valamilyen módon hozzá, és ez pedig lehetséges. Tehát ugye a teremtett dolgok is alkalmasak arra, hogy közvetítsék nekünk Isten ismeretét. Ez nagyon fontos. Most ez a mai alkalom kicsit fájdalmas lesz, mert ugye nagyon kemény filozófiával is találkozunk majd. Tehát gondolkodni kell, mégpedig elvont módon gondolkodni, és ebben néha belefájdul az embernek az agya. Ugye, hát, de ezt nem lehet megspórolni. Ugye a mai ember csak érezni akar, csak élményeket akar szerezni, nagyon nem szeret gondolkodni, mert ez fájdalmas. Vagy ha szeret is gondolkodni, akkor nagyon rendetlenül gondolkodik. Össze-vissza szárnyalnak a gondolatok, mindenféle összefüggés is következetesség nélkül. Tehát, ami nagyon fontos, hogy megtanuljuk a gondolatainkat ugye egy logikai rendszerbe, egy keretbe ugye terelni, és egyfajta irányt adni neki. Mert hogyha tudunk rendszerezetten gondolkodni, logikusan, következetesen gondolkodni, érvelni, ugye ez valamikor a középkori egyetemeken külön tantárgy volt az érvelés és a logikai gondolkodás, és ha ezt tudjuk, akkor ugye mi magunk is értelmes következtetésekre jutunk az érvelés során, és sokkal könnyebb lesz az érveinkkel meggyőzni másokat, tehát átadni a mi ugye hitünket másoknak is, hogyha meggyőzzük őket érvekkel, az érvek alapján. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon kiművelendő ugye képessége az embernek. No, tehát például a Szentírásban is többször van róla szó, hogy ugye az egek beszélik Isten dicsőségét, tehát a teremtett világból, annak a bölcs rendjéből, annak a törvényeiből fölismerhető az Isten. Tehát azért az iskolába, amikor a kamasz gyerekek azok
visítva visszautasítják annak a gondolatát is, hogy érveléssel és logikával jussunk el az Istenhez, hát akkor mondom, hogy amit a fizikából, meg kémiából, meg biológiából tanulnak, azok nem Newton, meg Pascal, meg nem tudom kinek a törvényei, nem ő találta ki ezeket, hanem ezeket csak fölfedezte a természetben, mert a Teremtő rakta oda ezeket a törvényeket, és így rendezte a világot. Tehát amikor ezeket a törvényeket megismerjük, megcsodáljuk a teremtett világ működését, akkor valójában a Teremtőnek a bölcsességét csodáljuk meg. Ugye itt van egy szép idézet a Római Levél 1.20-ból, azt mondja, tehát a pogányokról beszél, és azt mondja, ami Istenről megismerhető, az világos előttük, a pogányok előtt is, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Hiszen ami benne láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, az a virág teremtése óta művei alapján értelemmel fölismerhető. Tehát művei alapján is értelemmel. Ezt ugye maga az Isten igéje mondja a Római Levélben. Ezért tehát nincs mentség számukra a pogányok számára. Noha fölismerték az Istent, ugye, mert a legkiválóbb pogány filozófusok is fölismerték az egy Isten létét, de nem dicsőítették őt, mint Istent, és nem adtak hálát neki, hanem szégyent vallottak okoskodásukban, és oktalan szívük elborult. Tehát, hogyha az ember nem követi a fölismert igazságot, akkor oktalanná válik, a szíve elborul, és ugye erkölcstelenségbe fog süllyedni előbb vagy utóbb. Aztán ugye beszél ez a Római Levél arról, hogy Isten azért a lelkiismeretből is föl lehet ismerni, a lelkiismeretünk alapján, például a Római 2.14, ugye azt mondja, hogy amikor a pogány a törvény hiány a természet szavára teszi meg a törvényben foglaltakat, törvény hiányában önmagának törvénye. Ezzel igazolja, hogy a törvény követelménye szívébe van írva, amiről lelkiismerete tanúskodik, és önítélete is, mely hol vádolja, hol fölmenti. Tehát van egy természeti törvény, amit Isten minden embernek a szívébe írt, és ez a törvény hol fölmenti, hol vádolja. Tehát ez alapján tudja minden emberi lény, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert van egy természetes erkölcsi érzéke, ami a szíve mélyébe van írva. Aztán például az apostolok is, amikor ugye hát a missziós útjaikon hirdetik az evangéliumot, akkor többször ezzel érvelnek a pogányok előtt, hogy de a szívetek mélyén ti magatok is ismeritek azt az Istent, akiről én beszélek nektek. Abcsel 14.14-től azt mondja, ugye, hogy amikor a Lisztrában hirdették az evangéliumot, és akkor Pált és Barnabást isteneknek nézték, ugye Jupiternek, meg Merkurnak, és áldozatot akartak nekik bemutatni, akkor azt mondja, amikor Barnabás és Pál apostol meglátta ezt, ruhájukat megszaggatva a tömeg közé rohantak. Emberek, mit csináltok? Kiáltották. Mi is hozzátok hasonló halandó emberek vagyunk, és éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektől a bálványoktól térjetek meg az élő Istenhez, aki az eget, a földet és a tengert alkotta, s mindazt, ami bennük van. Ő az előző korszakban megengedte, hogy a pogányok mind a maguk útját kövessék, stb., de most ugye, hát ő maga jön és föltárja magát nekünk. Tehát ugye azt az Isten hirdeti, aki az eget, a földet, a tengert alkotta, és mindent, ami bennük van. És talán a leghíresebb ugye az Areopágoszi beszéd, ahol ugye Atén főterén látja Pál az egyik oltárt a következő címmel az ismeretlen Istennek, és akkor azt mondja, hogy akit ti ismeretlenül is tiszteltek, én most arról fogok nektek prédikálni. És akkor mondja, hogy a világot és minden benne lévő dolgot teremtő Isten nem lakik kézzel épített templomokban, hiszen ő a mennynek és földnek ura. Semmiben sem szorul emberi kéz szolgálatára, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet, mindent. Ő telepítette le az egy őstől származó emberi nemet az egész földszínén, és megszabta itt lakásuk fontos idejét és határát.
És mindez azért, hogy keressék Isten, hát ha rátalálnak, míg utána tapogatóznak, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát ugye ez az Isten, aki nincs messze olyannyira, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Erről az Istenről beszélek én nektek, mondja Pál apostol. Ugye az egyházatyáknál is talán leghíresebb Tertulliánnak, a második századi ugye egyházi írónak a mondása, hogy anima naturaliter christiana, az ember lelke természete szerint keresztény. Tehát arra rendeltetett, hogy az egyik az Isten megismerje, és ugye Krisztusban őt elfogadja és neki szolgáljon. A latin atyák azok inkább szerették ezeket a pszichológiai istenérveket, tehát hogy az ember belső világából érveljenek az Isten léte mellett. A görög, keleti atyák azok inkább a kozmológiai érveket vették elő, tehát a természet rendjéből is, csodálatos fölépítéséből érveltek. Aztán ugye van egy ilyen gondolat is az egyházatyáknál, Szent Justinosnál, alexandriai Szent Kelemennél, damaszkuszi Szent Jánosnál, hogy Isten eszméje ugye velünk született. Tehát ez egy alapvető dolog, amit az ember a teremtettségénél fogva a szívébe visel, hogy van valamiféle természetes tudása a Teremtőről. No, a következő, hogy következő dogma, tehát Isten léte az okság alapján bizonyítható. Ez egy sentencia fidei proxima, tehát a hit a dogmához a legközelebb álló állítás, ami ugye nem a valódi értelemben vett dogma, de ahhoz igen közel áll. Tehát az okság alapján. Ezt egyébként 10. Szent Pius pápa beletette a híres antimodernista esküjébe is, hogy ezt el kell fogadni, hogy az okság alapján. Tehát ugye az előző dogmákból is következik, hogy Isten ugye az ésszel fölismerhető, vagyis az érvelés az azt jelenti, hogy okokat keresünk. Mindennek keresünk a létesítő okát, és a ugye a végső okát is. Aztán ugye a skolasztika is ezt kifejti, ugye Szent Tamásnak 5 útja van, amivel Isten bizonyítja, tehát amivel érvel értelmileg is, ugye oksági úton az Isten léte mellett. Szent Tamásnak ugye van egy ilyen mozgás, egy ilyen tanítása is, hogy minden, ami mozog, az más által mozgattatik. Tehát azt más valaki hozta mozgásba. És ez a világmindenség, hát tudjuk, hogy szédületes sebességgel mozog. Habár nekünk nem úgy tűnik, de ez valóban az igazság. Tehát mitől mozog, ki indított el a mozgást? Hát az első mozgató, vagy mozdulatlan mozgató, ugye, tehát ez Arisztotelésznek az egyik definíciója. Egyébként a modern filozófusok közül például Kant vagy Hume ezt tagadják, és azt mondják, hogy az okság elve az csak az evilági jelenségekre érvényes, tehát az anyagi világra, a túlvilágra és a természet fölötti világra nem lehet ezeket kiterjeszteni, ugye? Tehát ott jelentkezik meg ennek a tagadása. Aztán még néhány tévedés az előző dogmákkal kapcsolatban, amit az egyház elítélt. Az első az úgynevezett tradicionalizmus tévedése. Most ezt ne gondoljuk, hogy ez a régi rítus szeretetét jelenti, vagy bármi ilyenfajta tradicionalizmus, amit ma annak neveznek, nem, ez filozófiai tradicionalizmus, ami mit jelent? Ugye a felvilágosodás idején túlságosan ugye nagy hangsúlyt helyeztek az értelemre, tehát a racionalizmusnak a ne továbbja tombolt, és ezzel szemben azt állítják ezek a filozófiai tradicionalisták, hogy az ős kinyilatkoztatás, ami ugye az emberiségnek adatott a kezdet kezdetén, az magába foglal minden vallás és erkölcsi igazságot egyfajta tradíció, egyfajta hagyomány formájába, és ugye hát ezt az ész ennek a fölfogására képtelen, de ugye ez a száj hagyomány, ez az ős tradíció, az átadja, átörökíti ezeket az ismereteket. Az egyik leghíresebb ilyen tévtanító egy Lamennais nevezetű francia filozófus, teológus volt, aki viszont ezt elítélte,
az első vatikáni zsinat, 9. Pius pápa és 16. Gergely pápa. Tehát ugye a következő tévedés az az ateizmus, és annak ugye különböző enyhébb formái, mint az agnoszticizmus és a szkepticizmus. Tehát ugye mit mond az agnoszticizmus? A gnoszko, az a tudom, ismerem, és az á az egy fosztóképző. Tehát nem tudjuk, és nem is tudhatjuk, hogy ki az Isten, és egyáltalán a természet fölötti világról semmit nem tudhatunk. És ezt el kell fogadni, ez így jó, hogy ne tudjunk róla semmit. Ami magát az ateizmust illeti, van egy negatív ateizmus, tehát vétlen tudatlanság, hogy nem kapott olyan nevelést, olyan környezetben nőtt föl, hogy szinte az ateizmus az természetes légkörévé vált, ugye. De van egy pozitív ateizmus, ez pedig az Isten létének a szándékos tagadása, ugye ennek vannak rendszerei, materializmus, panteizmus, ugye, ami azonosítja a világ mindenséget Istennel, ugye, panteos, minden az Isten. Ez az asztal is Isten, ez a könyv is Isten, mindenki, aki itt van, egy része az Istennek, tehát az egész világ, mindenség azonos az Istennel, de hát ugye ez valójában egyfajta ateizmus, mert tagadja a Isten független létét. Vagy például van egy gyakorlati ateizmus is, jaj, de gyakori ez a mai korban, ugye, hogy elvileg nem tagadom Isten létét, de a gyakorlatban ne zavarja az életemet, a kis köreimet, úgy élek, mintha ő nem létezne. Igen, tehát mi annak a, ennek a pozitív ateizmusnak az oka? Az ember lelki és erkölcsi gyöngesége. Hiszen az isteni bizonyítékok azok csak közvetve hozzáférhetők. Tehát érvelni kell, következtetni kell, az okságot keresni kell. Tehát csak így jutunk el ésszel az Istenhez, és az ember pedig nagyon sokszor lusta, nagyon sokszor korlátolt, nagyon sokszor az erkölcsi hibái gátolják őt abban, hogy ugye eljusson az igazi következtetésre. Tehát nagyon sok ember azért ateista, mert érdekében áll, hogy ne legyen Isten. Mert ha Isten lenne, akkor az bizonyos erkölcsi követelményeket is jelentene, tehát akkor inkább ne legyen Isten. Ugye ez rendkívül gyakori jelenség. Azt szokták mondani, hogy ha nem él valaki úgy, ahogy hisz, előbb-utóbb úgy fog hinni, ahogy él. Azt fogja hinni, vagy nem hinni, amit él. No, tehát ugye az egyháznak a tanítói egyetértenek abban, hogy nem lehet sokáig egy felnőtt ember vétlen tudatlanságban, mert a felnőtt ember előbb-utóbb azért elkezd gondolkodni az élet végső dolgairól, nagy dolgairól, és előbb-utóbb el kell, hogy jusson arra a következtetésre, hogy van Isten, ha őszinte, és ha valóban végig, hajlandó végig gondolni a sort. Tehát sokáig felnőtt ember nem élhet vétlen tudatlanságban, ezért az ateizmus, ugye, az bizony súlyos bűn, amennyiben pozitív, tehát tudatos és szándékos. Na most ugye Immanuel Kant, az újkori filozófiának egy nagy ugye atya, az, ahogy mondtuk már, hogy például annak ellenáll, hogy ugye a okság elve az a természetes világon túl is érvényes, de itt kritizálja azt is, hogy ugye eleinte vallja Isten létének bizonyíthatóságát, később pedig Kant kritizálja, és azt mondja, hogy Isten értelemmel nem bizonyítható. Azt mondja, hogy az elméleti ész az csak a jelenségek világát ismeri fel, az úgynevezett fenoménok világát, nem a valóságot magát, hanem csak a valóság látszatát, és az okság elve az csak az érzékelhető világban, a jelenségek világában érvényes. Hát minket ezzel az őrületbe kergettek a filozófia tanáraink, akik ugye erősen kanti szellemben nevelkedtek, hogy az, hogy ez az asztal itt van, hogy ez egy kemény valami, ami négy lábon áll is fehér, az csak a jelenség. Tehát az egyáltalán nem biztos, hogy ez így van, ez csak az én számomra van így, de ha én kimegyek ebből a teremből, akkor Isten tudja, hogy mi lesz helyette. Tehát ez a valóság, ez egy tulajdonképpen csak egy látszat, egy jelenség. Világ is nem, tehát az ember nem értékeli, nem tapasztalja,
hogy mi az igazi valóság, és nem tud a látszat mögé behatolni, ugye, semmi módon. Tehát innen van ez a szkepticizmus, ez a bizalmatlanság egyáltalán a valóságban és annak a megismerhetőségében. No, és ugye hát Kant maga hit Isten létében, de azt mondta, hogy ez az ész, az gyakorlati ész posztulátuma. Tehát ez egy ilyen magunkkal született, egy eleve adott idea, egy bizonyítása nem szoruló ugye, gondolat és tétel, amit azonban nem lehet bizonyítani semmiféle észérvekkel. Tehát az csak úgy van a szívünk mélyén. Egyébként a protestantizmus ennek a nyomán haladt, Kantnak a tanítványa nagyon sokban, és azt mondja, hogy a protestantizmus elveti a hit észszerű alapját, elveti az Isten bizonyítékokat, és azt mondja, hogy csak a vallási érzés marad, a személyes vallási tapasztalat. Tehát ugye Luther abból indul ki, ugye, hogy az igaz a hitből él, és a hit számára egy bizalom az Istenben, egy ráhagyatkozás, és ez a vallási tapasztalat, ez az érzés, ez a hitnek az alapja. Tehát nem nincs igazság alapja, nincs alapja valóságban, hanem belülről, szubjektív alapja van a hitben, a hitnek. És ugye a hit is a tudás éles elválasztása. Tehát teljesen más dolog a tudás. A Luther egyébként az észt azt egy gyalázatos szajhának nevezte. Tehát abszolút nem hit az észnek az erejében és képességében. Tehát a hit az egy egészen más dolog, semmi köze ugye az észhez, és ez az, ami ma nagyon megfertőzi a vallási gondolkodást. Ennek a nyomán halad egyébként a modernizmus is, ami azt mondja, a hit az egy belső érzés, egy Isten utáni vágy az ember lelke mélyén, és ugye hát ez a vágy különböző állításokban ölt testet, ezek a vallás igazságok, de hogy az embernek az érzése és vágyai változnak, úgy a dogmák is változhatnak, mindig a kor divatjának és a kor szellemének megfelelően újabb és újabb alakot ölthetnek a hit igazságok. Tehát ezt azért érdemes tudni, hogy tudjuk, hogy honnan vannak a mai emberben ezek a téveszmék és ezek a kiirthatatlan gondolkodási tévutak. Tehát ezt évszázadok óta kitaposták ezt az utat különböző filozófusok és vallás alapítók. No, harmadik dogma, Isten léte nem csak a természetes ész, de a hit fénye által is megismerhető. Ez is egy defide, tehát legmagasabb szintű dogma. Tehát ugye van egy észbeli módja az Isten ismeretnek, de a hit is egy ilyen ismeret. Na most ugye a zsidó levél 11.6 azt mondja, hogy hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. A hit pedig honnan ered? Az Isten kinyilatkoztatásából. Tehát Isten szól hozzánk, egy természetfeletti üzenetet küld, és ez az isteni kinyilatkoztatott üzenet, ez erősíti a mi természetes ismeretünket, ami észbeli, ugye, oksági gondolkodásunkat. Miért kell a kinyilatkoztatás? Az emberi észnek a gyengesége miatt, az ember korlátai miatt, hogy nagyon könnyen, hogyha csak a saját eszünkre hagyatkozunk, nagyon könnyen eltévedünk, féligazságoknál leragadunk, torzítunk dolgokat, de ahhoz, hogy mindenki könnyen és tévedhetetlenül megismerje Istent, ezért kell, hogy maga Isten szóljon hozzánk, és hogy kinyilatkoztassa magát nekünk. Egy külön ilyen kérdés sorozat, hogy lehet-e egyszerre is Isten ismeretünk és Isten hitünk? Hogy ugye, mert általában, hogyha valamit tudok, akkor azt nem hiszem, hanem tudom, és fordítva ugye. Na most Szent Bonaventura, hogy még a szentek is tudnak bizonyos dolgokban nem egyet érteni, és ez nem baj. Szent Bonaventura és Nagy Szent Albert azt mondja, hogy igen, lehet egyszerre hinni és ismerni az Isten, mert a hitemmel hiszem, és a tudásommal tudom. Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy nem, mert a hit az egy homály, ugye, tehát ahogy Szent Pál mondja, a tükör által ismerjük az Istent. A hit az még nem a látás, az ismeret pedig az egy világosság. Tehát az egy egyértelmű, világos ismeret, ami nem csak ilyen homályos, hanem tehát exakt, pontos. No,
Akkor nézzük a következő témánkat, ez pedig az Isten természete. Tehát, hogyha meg tudjuk ismerni az Istent, ésszel is, hittel is, hát akkor mit ismerünk meg az Istenről? Az ő természete milyen? Először az első dogma azt mondja, hogy Isten természetet és Istenet ismerete ebben a földi állapotban nem közvetlen, nem intuitív, hanem közvetett, elvonatkoztatott, mert a teremtmények megismeréséhez kötött. Ez egy sentencia certa, tehát egy biztos állítás. Tehát nem közvetlenül, nem intuitív módon ismerjük meg az Istent a Földön, hanem közvetve, elvonatkoztatva. Ugye az ontologizmus volt az a tévedés, ami ennek az ellenkezőjét állította, és ami azt mondta, hogy a teremtett dolgokat... Ez most az enyém, vagy? Na, az enyém. Ja, bocsánat. Én vagyok a ludas. Jó. Tehát a következő. Mit mond az ontologizmus? Hogy mivel Isten a legfőbb lény, ezért először az Istent ismerjük meg, és mindent, amit megismerünk, azt Istenen keresztül ismerjük meg. Tehát ugye Isten által ismerjük meg a világot és az összes teremtett dolgot. Na most ez ugye egy tévedés, mert akkor egy közvetlen Isten ismeretünk lenne. Ezt egyébként a Viennei Zsinat 1311-ben elítéli, mert majd látni fogjuk, egy másik dogma azt mondja, hogy Isten közvetlen megismerése az egy külön képességet kíván meg, a dicsőség fényét, a lumen glóriét, ami csak az mennyországba fogunk megkapni, hogy Isten színről színre láthassuk. Tehát itt a Földön ez nem lehetséges. No, igen, például itt is vannak ilyen szentírási idézetek. Igen, tehát például 1. Timóteus 6.16, hogy Isten ugye megközelíthetetlen fényben lakozik. Ez egy gyönyörű, szép ugye, kifejezés. Az új rítusban az egyik kánonba is ezt bevették. Tehát azt mondja, hogy igen, Isten egyedül láthatatlan, s megközelíthetetlen világosságban lakozik, akit senki nem látott és nem láthat. Tisztelet neki is örök hatalom. Ugye ismerjük az Ószövetségben azt, hogy amikor megjelenik az Isten a prófétának, akkor rettenetesen megijed, ugye? Hogy jaj, bűnös ember vagyok, tisztátlan ajkú nép között lakom, és ugye meg kell halnom, mert láttam a seregek urát. Tehát a földi életben nem lehetséges ilyenfajta közvetlen Isten látás. Most tükör által látjuk, akkor majd színről színre, ugye mondja Szent Pál apostol is a szeretet himnuszban, az első korintusi levélben. Kettes dogma az Isten természetéről. Isten ismeretünk most még nem valódi, proprium, hanem analóg. Vagyis ugye, hát ugye ezeket mindig nehéz pontosan magyarra fordítani, vagyis hát hasonlóság alapján működik. Tehát átvitt értelembe. No, tehát azt mondja, hogy az Isten a teremtmények által ismerjük meg, tehát nem a saját formájában, hanem a teremtmények formája által, egy bizonyos hasonlóság alapján, mert a teremtmények mind Istenre mutatnak. Minden, elsősorban az ember, de a természet is Isten képmására teremtetett, és ezért van az úgynevezett létanalógia, analógia entis. Ez egy nagyon fontos klasszikus, ugye, Szent Tamási kifejezés és fogalom, hogy ugye, mivel minden, ami létezik, Isten alkotása, Isten, mint alkotó, mindenhol ott hagyta az ő kezeművét, tehát van egy bizonyos hasonlóság, ami alapján a teremtményekből tovább következhetünk a teremtőre. Hát ugye a természet az, aki tényleg mélyen kutatja a természet törvényeit, egy csomó mindenben megtalálja, akár még a Szent Háromságnak is a keze nyomát. Ugye? Tehát most ebben nem menjünk bele, mert messze vinné, de mondjuk érdemes mondjuk a természettudományokat ilyen szemmel kutatni, hogy ugye az Isten keze nyomait keresni benne. Természetesen ezt a lét analógiát
annyira tagadják a protestánsok, hogy Karl Barth, az egyik híres teológus azt mondja, hogy ez az antikrisztus találmánya. Hogy akkora nagy szakadék van Isten és a teremtett világ között, hogy semmi hasonlóság nincs. Na most mi is azt mondjuk, hogy nem azonos, persze óriási a különbség, nagy a létszakadék, sokkal nagyobb a különbség, mint a hasonlóság, de mégis van egy olyan hasonlóság, ami lehetővé teszi, hogy a teremtmények által Istenhez jussunk. Egyébként lehet, hogy az például, hogy ugye protestáns felfogásban nincs mondjuk átváltoztatás, ugye nincs valóságos jelenlét, nincs ereklye tisztelet, nincs szentképtisztelet, ugye. Tehát minden, ami anyagi, ami evilági, azt ők gyanakodva fogadják, hogy az nem hordozhatja Isten jelenlétét. Mi pedig katolikusok nagyon szeretjük az anyagnak a közvetítését, ugye. Tehát persze tudjuk, hogy az a kép akármilyen szép is, de ez nem Jézus, nem azonos Jézussal, csak hasonlít rá. De hasonlít rá legalább. Valamilyen módon oda vezet. És az oltári szentség az pedig, hát külsőre nem hasonlít rá, de lényegileg azonos vele. Tehát ugye azért, de hordozza az a kenyér és a bor, hordozza őt valóságosan. Vagy a szentelmények, ugye a megszentelt dolgok. Hát nem azonosak Istennel, de hordozzák az Isten kegyelmét, az Isten megszentelő erejét azért valamilyen módon. És alkalmasak erre, hogy hordozzák. No. Nagyon fontos, hogy megismerjük az Isten megismerésének a hármas útját. Ez már a görög filozófiában is előjön, tehát Szent Tamásék tökéletesítik. Először ott van a tézis, az állítás útja. Tehát mivel Isten minden létesítő oka, minden létezőnek a létesítő oka, ezért ő az összes létező minden tökéletességét magában foglalja. Tehát Isten, a tiszta tökéletességek Isten sajátjai, a vegyes tökéletességek, amiben van valami véges, azok csak átvitt értelemben Isten tulajdon, Isten sajátosságai. Tehát ugye minden, ami tökéletes a teremtményekben, azt fölfokozzuk, és ugye Istenről állítjuk abszolút értelemben. A jóságot, a szépséget, az igazságot, a szentséget is így tovább például. De mindjárt hozzá kell tenni a második fokozatot, a tagadást, az aphairesis. Tehát Istenben tagadunk minden tökéletlenséget, ami a teremtményekben van. Tehát minden, ami véges, ami törékeny, ami ugye tökéletlen, azt tagadjuk az Istenben. Ez odáig ment, hogy az úgynevezett neoplatonisták, azok azt mondták, hogy Isten nem fény, Isten nem élet, Isten nem bölcsesség, Isten nem lélek, Isten nem jóság. Miért nem? Azért, mert Isten sokkal több annál, amit mi ismerünk, mint jóságot, szentséget, életet, jóságot. Egészen másképpen jó és bölcs és szent ő, mint amit mi ismerünk is el tudunk képzelni. Tehát Isten nem földi korlátozott értelemben tökéletes, hanem egészen más módon, sokkal tökéletesebb természetfeletti módon. És ugye ezért van a harmadik fokozat, ugye, hogy fokozunk. Tehát minden tökéletességnek a végtelen forrása és teljessége az Isten, tehát a tökéletességeket, azokat a legnagyobb mértékben fölfokozzuk, és azt állítjuk az Istenről. No. A következő dogma az Isten természetével kapcsolatban, hogy Isten természete végső soron felfoghatatlan az ember számára. Ez egy defide, tehát egy legmagasabb szintű dogma. Igen, tehát amit mi az Istenről mondunk, az végső soron csak dadogás, csak sejtés, csak tapogatózás a sötétségben. A mi fogalmaink nem adekvátok, nem megfelelőek, hogy Istent kimerítő módon valóban pontosan leírják. Korlátozott és tökéletlen az ember tudása. Isten ezért kimondhatatlan és felfoghatatlan. Ugye mindig azt a butuska példát szoktam fölhozni, hogy magyarázd meg a hangyának az atomfizikát. Hogyan tudja ezt a hangya fölfogni? Az ő eszköze, ismeretei ehhez túl tökéletlenek és korlátozottak. A mieink is. Tehát ugye éppen ezért
még a mennyországba se fogjuk Isten kimerítő módon megismerni, mert akkor istenek lennénk mi magunk is, és az pedig nem leszünk. No, tehát ugye még egy idézet van mindjárt, Rómaiak 11, igen, 11:33, igen. Mekkora mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának, mi megfoghatatlanok szándékai, mi kifürkészhetetlenek útjai, vajon ki látta az Úr gondolatait, tanácsot ki adott neki, ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle. Minden belőle általa is érte van, dicsőség neki mindörökké. Amen. Ez ugye a Szent Háromság vasárnapjának a szent leckéje a régi rítusban. Tehát megfoghatatlanok szándékai, kifürkészhetetlenek útjai. Volt egy eretnek csoport, aki ezt tagadta, ezek voltak az eunomiánusok, akik azt mondták, hogy már a Földön Isten kimeríthetően megismerhető. De ugye tudjuk, hogy Isten tökéletesen kimerítően megismerni csak egy másik korlátlan értelem képes, vagyis egy isteni értelem, emberi értelem nem. Tehát Isten ismeretünk tökéletlen, de attól még igaz. Tehát nem teljesen képtelen az ember megismerni az Isten, csak kimerítően nem tudja megismerni. Tehát igaz az Isten ismeretünk, mert Isten valóban birtokolja azokat a tulajdonságokat és azokat a tökéletességeket, amiket állítunk róla. De mi tudjuk, hogy ez a mi tudásunk csak analóg, csak átvitt értelemben, csak ugye dadogva és megközelítően pontos, de nem kimerítően pontos. És aztán a következő dogma ezt mondja, amit már említettem, az üdvözültek közvetlen, intuitív módon ismerik meg Isten lényegét. Na, illetve nem mondtam, bocsánat, csak most mondom. Tehát az üdvözültek, azok már Isten színről színre látják, tehát közvetlen, intuitív módon látják őt, nem a teremtmények közvetítésével, hanem az ő arcát szemlélik. Ugye ezt kimondja a 12. Benedek pápa, kimondja a Firenzei zsinat 1438-ban, tehát a Firenzei zsinat azt mondja, hogy úgy fogjuk őt látni, sicut est, ahogy ő van. Például megerősíti, ugye, illetve hát megtaláljuk ezt János apostol első levelében is, a 3.2-ben. Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de hogy mik leszünk, még nem nyilvánvaló. Tudjuk azonban, hogy megjelenésekor hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Tehát amint van, sicut est, úgy fogjuk őt látni a mennyországban. Jó, igen. Ahogy Pál is mondja, említettem már ugye a szeretet himnuszt, most még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok. Tehát ugye a színről színre is a tükör általi látás különbsége. De még oda át sem látható az Isten testi szemekkel, mert Isten lélek, ugye? Tehát a testi szem még a mennybe se tudja látni Isten, és nem tud kimerítő ismeretet szerezni róla. Még a szentek, még az angyalok sem fogják föl teljesen az Istent. Isten látásának elsődleges tárgya, tehát amikor majd látni fogjuk Istent, ugye kérdezik a kis hitanosok, nem lesz unalmas a mennyországban? Mit fogunk ott csinálni egy örökké valóságon keresztül? Látni fogjuk az Istent. És ez olyan látás, amiben nem lehet beleunni, nem lehet csömört kapni tőle, mert kimeríthetetlen. Mert mindig új és új tökéletességek és szépségek ugye tárulnak föl az Istenben. Tehát elsődleges tárgya az Isten megismerésének az Isten lényege a három személy egységében, de másodlagos tárgya is lesz majd ennek az ismeretnek, az Isten kívüli dolgok, amelyek benne fogunk látni olyan mértékben, amennyire látjuk Isten természet feletti, amennyiben látjuk Isten, ez pedig a mi természet feletti érdemeink arányától függ. Tehát ugye azért van egy ilyen is, és ez nagyon jó, hogyha sikerül a mennybe jutnunk, akkor mi Istenen keresztül, Istenben látni fogjuk és megismerjük a teremtett dolgokat is.
Tehát ott mindenkinek szuperdoktorátusa lesz minden tantárgyból, mert Isten szemén keresztül látja és ismeri a világot. És nem baj, ha nem jutottunk el a világ minden zugába és az összes galaxishoz, mert ott majd ezt mind meg fogjuk ismerni, de nem egyformán. Tehát minél nagyobb szent valaki, minél tökéletesebbek az ő erényei, annál jobban látja Istent, annál közelebb van hozzá, és annál teljesebben fog részesülni Isten tudásában. Tehát ezért van az, hogy a szentek tudnak rólunk, tudják azt, hogy mit csinálunk, az angyalok is. Tudják, hogy mi van itt a Földön, mi van velünk. Miért? Mert Istenen keresztül szemlélik, Isten részesíti őket ebben a tudásban. Ugye nem minthogyha, mint tudom én, Szent Antal mindenütt jelen lenne, és így szerezne tudomást a dolgokról. De ő Istenben van teljesen, Isten őt részesíti ebben a tudásban. A szűzanyát is Isten részesíti a tudásban. No, a következő dogma, hogy Isten közvetlen látása túlszárnyalja az emberi lélek természetes képességét, és ezért Isten közvetlen látása egy természet feletti valóság. Ez is de fide, tehát legmagasabb szintű hitigasság. Ugye ezt ennek ellent mondanak az úgynevezett begárdok és beginák, ez egy középkor ilyen jámbor mozgalom volt, viszont állítja a viennei zsinat. No, tehát az első Timóteus levél 6.16-ban halljuk, hogy Isten senki nem látta és nem láthatja őt. Ugye, tehát igen, ez felülmúlja a mi képességünket. Ha a tárgy természete magasabb az alanynál, nem lehetséges a közvetlen megismerés. Tehát ugye Isten, ami ismeretünk tárgya, végtelenül magasabb a megismerőnél, az alanynál, ezért még a mennyben sem lehetséges ez a közvetlen megismerés. Isten ugye valaki, aki önmagában létezik, aki maga a léttel azonos, a teremtmény léte pedig mástól kapott lét. Ugye erre még kitérünk, hogy ugye amikor én iskolába jártam, akkor még nagyon dúlt a kommunizmus, és a tanáraink rettenetesen szerettek volna ugye minket hívő diákokat ugye nevetségessé tenni. És akkor mindig azt mondták, hogy na jó, mindent Isten teremtett, de akkor ki teremtette az Isten, tessék válaszolni. Hát kérem szépen, Isten attól Isten, hogy őt nem kell, hogy senki megteremtse. Mert amit megteremtenek, az nem Isten, az teremtmény. Tehát Isten ugye az önmagától van, nem lehet, hogy ne legyen. Ugye ezért mondjuk, hogy Isten szükségszerű, az összes többi létező esetleges. Tehát a világ az tökéletesen megvolt nélkülem is, mielőtt megszülettem volna, ugyanúgy tökéletesen meg lesz utánam is nélkülem, és simán elképzelhető most is, hogy úgy létezzen a világ, hogy én ne legyek benne. Ebből következik, hogy én egy esetleges létező vagyok, hogy éppen vagyok, de úgy is lehetne, hogy ne legyek. Istennel kell kapcsolatban ez nem lehetséges, mert ugye Isten lényege azonos ugye a léttel, tehát ő önmagától van, filozófiai szóval subsistens, tehát önmagában létező. Na, igen. Azonban tegyük hozzá a misztika kedvéért, a misztikusoknak ugye azért igazat adva, hogy Szent Tamás és Szent Ágoston is elismerik, hogy kivételes esetekben természet fölötti ajándék révén az emberi ész a Földön is felemelkedhet Isten közvetlen szemléletére. Tehát lehetséges olyan, hogy valaki a Földön egy látomásban, egy extázisban lássa Isten, hogy nyilván nem kimerítő módon, de analóg módon, tehát közvetve, igen. Ugye Mózes az Isten barátja, fölmegy a Sínai hegyre, és mit csinál? Úgy beszélget Istennel, hogy az ember beszélget a barátjával, színről színre. Mit mond Szent Pál apostol? Hogy én elragadtattam a hetedik égig, és ott olyan szavakat hallottam, amelyeket embernek nem lehet kimondania. Tehát fölfoghatatlan dolgokat látott, már itt a Földön volt egy ilyen misztikus élménye. Na de hát ez egy rendkívüli természet fölötti adomány, és senki sem iratkozhat föl a listára, hogy én is szeretnék egy ilyet. Tessék, mert nekem ez jár. Nem jár. Akinek Isten meg akarja adni, megadja, akinek nem, az hiába pedálozik, nem fogja elérni. Tehát ez csak a mennyben. Na, a következő pont,
A lélek Isten közvetlen látásához szükség van egy külön képességre, a dicsőség fényére, Lumen Gloriae. Ez egy te fide, tehát egy legmagasabb szintű dogma. Ahogyan ugye az értelmi ismerethez kell az értelem fénye, tehát hogyha valaki ugye nincs birtokában az értelem fényének, az nem tudja az okság elvén se Isten megismerni. A hit ismerethez kell a hit fénye, a hit ajándéka, és az Isten színelátásához kell a dicsőség fénye, a Lumen Gloriae. Az ember megismerő képességének tartós tökéletesítése, egy belső megerősítése, ez a dicsőség fénye, ami felváltja a hitnek a fényét. Ugye oda át a mennyben, ugye, hogy mit mond Szent Pál, hogy megmarad a hit, remény és szeretet, ez a három, de a legnagyobb a szeretet, mert a hit elenyészik, felváltja a színelátás. Oda hát nem kell hinni, tehát azért ne botránkozzanak meg, Jézus Krisztusnak nem volt hite. Ő nem volt hívő ember, mert ő színről színre látta az atyát, állandóan, még a kereszten függve is, még csecsemőként is Betlehembe, ő színről színre látta az atyát, nem kellett hinnie, nem volt hite. Hite csak az embernek kell, hogy legyen, ugye. De a mennyben nem lesz hitünk. Mindjárt hitetlenek leszünk. De ez nem baj, mert ott színről színre látni fogjuk. Tehát ugye felvált. A remény az oda át nincs. Miért? Mert beteljesedett. Nincs tovább, mit remélni. De a szeretet az megmarad. És az a boldogság forrása a mennyben is. No. Következő dogma. Isten lényege az üdvözültek számára is felfoghatatlan. Tehát nincs olyan angyal, nincs olyan szent, aki tökéletesen fölfogná az Istent, és mindenestül ugye őt ugye birtokolná az ismerete által. Tehát számukra sem kimerítő és adekvát az Isten ismeret. Végtelen szakadék van a végtelen isteni és a véges emberi vagy teremtett természet között. A véges természet véges módon tud felfogni dolgokat, és ezért a végtelen a szétveszíti, felülmúlja. Tehát a kegyelem, igen, a mi számunkra itt a Földön megmarad ugye a kegyelem rendje, a hit fénye, ami ugye a túlvilági dicsőség, a színről színre látás előíze. Tehát mi hogyan előzzük meg, hogyan ízlelgetjük, hogyan készülünk fel a színről színre látásra? A hit fénye által, a kegyelem rendjébe, a hit által, amit kapunk, fölkészülünk arra, hogy egykor Isten színről színre lássuk. Ugye, tehát a Földön ez az elővételezése a mennynek, hogy a hit fényében élünk is, a kegyelemnek a fényében, a kegyelem állapotában. Igen. Tehát a hit fényével megvilágított értelem kezd az Isten felé menni, utána jön az isteni kinyilatkoztatás, ugye a hitnek az ajándéka, a hitnek a titkai, amelyeket Isten kinyilatkoztatott, azokat elfogadjuk, és ugye ilyen módon végül is elérjük a mennyben a dicsőség fényét. Igen. Na most a hitnek az ismerete, amit Isten kinyilatkoztatott, az tévedhetetlen, biztos ismeret, és magasabb a természetes észigazságoknál. Tehát lehet, hogy a természetes igazságok, például a természettudományos igazságok érthetőbbek és világosabbak, mert ezt a könyvet én megtapogatom, megszagolom, megnézem, ha akarom, belekóstolok, kiolvasom, stb. Tehát az sokkal könnyebb megismerni bármilyen evilági dolgot, de azért az Istennek az ismerete, amit a hit által kapunk, a kegyelem által, az ugye tulajdonképpen sokkal világosabb olyan értelemben, hogy tévedhetetlen, és ugye Istentől származik. Igen. Ilyen értelemben a hit igazságai felülmúlják az emberi ész által megismert igazságokat. Igen, viszont a földi dolgok azok világosabbak olyan értelemben, hogy az eszünk számára közelebb állnak, és jobban át tudunk látni rajtuk. No, és még akkor egy rövid kis záradék, ez már egy kicsit kevésbé filozófiai, csak a vége lesz az, Isten bibliai nevei.
Ugye a Biblia nagyon sokféleképpen nevezi az Istent, és ezek sokat elárulnak Isten lényegéről, Isten természetéről is. Tehát az egyik legalapvetőbb a kimondhatatlan és a megnevezhetetlen. Ezt úgy mondja a latin, hogy ineffabilis. Zárójelbe, most nemrég ugye készítettek az angol nyelvterületen egy olyan misekönyvfordítást, ami sokkal közelebbről követi a latint, és ugye voltak olyan szavak, amelyeket hát korábban lefordítottak angolra, de ilyen nagyon bénán is után, és ezeket most visszaborítottak latinra. Például az, hogy Isten, az Atya és a Fiú egylényegű, consubstantialis. Aki az angol ismeri, az ugye úgy fordították azért, hogy one in being, egy a létben. Nem teljesen ugyanaz, úgyhogy most úgy mondják, hogy consubstantial. És ezt el kell magyarázni a hittanon, hogy ez mit jelent. Ugyanilyen probléma volt az ineffabilis. Ineffable, aki tud latinul, az meg tudja, de hogy angolul ezt hogy kell mondani, hogy kifejezze azt, hát magyarul is, tulajdonképpen én is most próbáltam magyarra ezt lefordítani, hogyha valamely kifejezés suta és érthetetlen, az az én bűnöm, mert ugye a latin az az eredeti nyelve a teológiának. Tehát ineffabilis, kimondhatatlan, megnevezhetetlen. A biblikus nevek azok nem az Isten természetét írják le általában, hanem inkább a tevékenységét. Ezért egyes egyházatják azt mondják, hogy Isten sok nevű, vagy minden nevű. Az Ószövetségben minden esetre 7 isteni név van, és ezeket 3 csoportba oszthatjuk. A. Isten a világhoz és az emberiséghez való viszonyában. Tehát megint csak nem Istenről önmagában beszélnek, hanem hogy milyen viszonyban van a világgal és az emberiséggel. Első kifejezés, él. Az Ószövetség úgy nevezi az Istent, hogy él. Annyit jelent, hogy erős. Sokszor többes számba teszik az élt, és ebből lesz az Elohim. Ugye, amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten kezdetben teremtette az eget és a földet, akkor az eredeti azt mondja, hogy Elohim. És mivel többes szám, akkor mondták egyes modernista biblikusok, hogy aha, több Isten hit. Azt mondja, hogy az Istenek teremtették az eget és a földet. Tehát a Biblia az eredetileg több Isten hívő. Nem, az Elohim az annyit jelent, hogy mindenható. Sokszor van ez a héberben, hogy az egyes szám és a többes szám mást jelentenek, ha bár ugyanaz a szó. De egy brutális példa, hogy a rehem egyes számban irgalom, többes számban anyaméh. Teljesen más. Van közte kapcsolat, de teljesen más, ugye. Tehát itt is az Elohim az nem isteneket jelent, hanem mindenhatót, és van az Adonai, ami annyit jelent, hogy úr, parancsoló, bíró. Tulajdonképpen ugye a zsidó liturgiában is sokszor az Isten neve a Jahve, sokszor helyettesítve van, van az, vagy azzal, hogy Hashem a név, vagy azzal, hogy Adonai. Az úr, a parancsoló, a bíró. Ez volt az A. B csoport, olyan nevek, amelyek Isten belső tökéletességére utalnak. Ez a Shaddai, a hatalmas, vagy az Elyon, a magasságbeli, vagy a Kádos, a szent. Tehát hatalmas, magasságbeli, szent. Ez Isten önmagában, nem a világ felé, hanem önmagában. És C. Istennek van egy saját lényeget kifejező neve, amit ugye csak úgy írnak le, hogy JHVH, és amikor leírják, akkor előtte böjtölnek és imádkoznak, és soha ki nem ejtik. És ezért van egy bizonyos vita, hogy hogy kell ezt kiejteni. A mai biblikusok azt mondják, hogy valószínűleg Jahve. Nagy való, mert ezt egyszer az évben mondta ki a főpap, amikor a Jom Kippur napján, az engesztelés napján bement a Szentek Szentjébe, és ott ejtette ki ezt a nevet. De egyébként nem. Ugye mindig Adonájt mondtak helyette, és mivel ugye összeolvasták, hogy a JHVH alá odaírták az Adonáj magánhangzóit, A-O-A, ebből lett a Jehova. Ugye, de a Jehova soha nem volt használatos ebben a formában. Csak a Jehova tanúit gondolják, hogy ez az eredeti, de nem. Tehát ez egy ilyen összeolvasás. Na, a Jahve mit jelent? A Hává igéből származik, ami a létige. Aki van. A görögök azt úgy fordítják, hogy ho-on.
Hogyha nézzünk egy görög ikont, akkor általában Jézus feje körül van egy glória, van egy ilyen kereszt, ugye? És akkor itt középen van egy O betű, egy kampóval. Ezt úgy olvassák, hogy ho, annyit jelent, hogy az. És itt pedig oldalt van egy omega és egy nü, egy N betű, tehát az on. Aki van, ugye? És ez mire utal? Kivonulás 3.14, a csipke bokorban megjelenik Mózesnek az atyák istene, ugye megkérdezi Mózes, hogy ki vagy? Egyiptomban minden istennek van neve, mit mondjak az atyám fiainak, ki küldött engem? Azt mondja, hogy aki van, az küldött téged, aki van, én vagyok, aki vagyok. Eredetiben ehie, asher, ehie. Tehát ebből jön az Jahve. Tehát Mózes előtt nem volt ismert ez a név, de Mózes így nyilatkoztatja ki, így adja tovább az ő népének. Az új szövetség lényegében ugye ezt a nevet fordítja úgy, hogy Kyrios, vagyis úr, ugye a görögben az Istent Kyriosnak mondják, úrnak, és hozzáteszi azt a nagyon szép is számunkra legközelebb álló elnevezést, hogy atya. Na most az Ószövetségben Isten a népnek atya volt, a királynak atya volt, a messiásnak atya volt. De egy egyszerű por embernek, egy egyszerű hívőnek nem volt az atya. De a Krisztus által minden hívőnek lehet atya az Isten, mert mi fiúk vagyunk a fiúban. Tehát a fiú által, a nagybetűs fiú által mi is fiai vagyunk, gyermekei vagyunk, és ezért minden egyes hívőnek, Krisztus hívőnek atya az Isten. Na most itt most tényleg pontot teszünk. Isten tehát fizikai és metafizikai neve. Tehát Isten fizikai lényege az, hogy Isten minden isteni tökéletesség teljessége. Tehát van egy olyan Isten érve, ami azt mondja, hogy Isten a legnagyobb, ami gondolható, aminél nagyobb nem gondolható. Minden tökéletesség teljessége. De honnan származnak ezek a tökéletességek? Itt jön a metafizika, tehát ami a fizika mögött van, a létnek a mélységében. Tehát a metafizika azt mondja, hogy Istennek ez a tökéletes, tehát metafizikai neve az, hogy aki van. Igen. Tehát ez a szubszisztens létező. Latinul ipsum esse subsistens, maga az önmagában létező lét, talán így lehetne fordítani. Minden más, ami van, Istentől kapja a létet, tehát participál a létben, minden, ami létezik, esse participatum, tehát részesedik a létben, de Isten nem részesedik a létben, hanem ő maga a lét, aki mindenkit részesít a létben. Az abszolút lét, az önmagában való, önmagától való lét. Nála a lét és a lényeg azonos. Isten radikálisan kizárja a nem létet. Magyarul nem lehet, hogy ne létezzen. Isten ugyanúgy kizárja a potenciális létet, a lehetséges létet. Tehát Isten, azt mondják a filozófusok, hogy tiszta aktus, actus purus, tiszta megvalósultság. Tehát Istenben minden megvalósult, semmi sem lehetséges, hogy ugye ez a hegeli filozófia, most nagyot ugrottam, de ugye a Hegel azt mondja, hogy Isten is ugye az evolúciónak van alávetve. Van egy állítás, egy tézis, és egy antitézis, egy ellenállítás, és a kettőből jön a szintézis, ugye a kettőnek a gyümölcse, és Isten is így fejlődik, hogy tézis, antitézis, szintézis, tehát Isten emiatt változik, folyamatosan változik. Na most ugye ez azt jelenti, hogy van egy lehetőség, ami benne valóságá vál. Nem. A skolasztikától tudjuk, hogy Isten actus purus, teljes megvalósultság. Semmi lehetőség nincs benne, minden lehetőség már megvalósult benne. Igen, nem potencia és actus keveréke a megvalósultság és a lehetőség keveréke, hanem csak megvalósultság. Van még egy másik fogalom, aseitas, önmagától valóság, tehát önmagától való, nem mástól kapja a létet. Tehát az Ószövetségben, amikor Isten kimondja ezt, hogy én vagyok, aki vagyok, azt valószínűleg, hogy eredetileg inkább úgy értették, hogy hát ez egy
Ilyen állítás, hogy én vagyok az, aki mindig veled vagyok, soha nem hagylak el, mindig segítek neked, tehát mindig számíthatsz rám. De ennél tovább is megyünk, ugye, a filozófiai vizsgálódással, hogy Isten, tehát az, aki önmagától van, mit mond aztán a jelenések könyve, meg Dániel könyve is? Én vagyok az első és utolsó, én vagyok az alfa és az omega, én vagyok az, aki van, aki volt és aki lesz, a mindenható. Tehát első és utolsó, alfa és omega. Ő a lét folyamatossága és teljessége, nincs kezdete és vége, időn kívüli, időn túli, és ezért változatlan. Ugye Krisztus is ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, illetve hogy a zsidó levél mondja, Istenben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak. Ezért nincs olyan, hogy a meglepetések Istene, hogy most valami olyannan jön elő, amit eddig nem gondoltunk róla. Nem, Isten mindig ugyanaz változatlan. Igen, a teremtmények csak birtokolják a létet, amit mástól kaptak. Nem azonosak a léttel, korlátolva birtokolják a létet. Inkább a létük Istenhez képest inkább nem létnek mondható. Annyira törékenyek vagyunk, por is hamu az ember. És Isten nem is azonos az általános lét fogalommal, mert a fogalom az csak egy fogalom, annak nincs objektív tartalma, nincsenek tulajdonságai. Tehát a lét az így, mint fogalom, az tartalmilag a legszegényebb fogalom, mert ugye semmit sem állítunk róla, csak az, hogy van. De az Isten az abszolút lét, ami a leggazdagabb tartalmú fogalom, mert minden tökéletesség benne foglaltatik. Tehát mind a lét, minden tökéletessége benne van. Ja most bocsánat, hogy ennyire hát elvonatkoztattunk, és hát látszólag elszakadtunk a tapintható valóságtól, de ahhoz, hogy azért a dogmatikát megértsük, azért kell ilyen szintekre tévedni. Mondom, ezt a mai ember nagyon nem szereti. Borzasztóan utálja az ilyesmit. Ha valaki lelki gyakorlaton ilyennel jönne, akkor azonnal kirúgnák a lelki gyakorlatozót, hogy mi valami jámbor szép dolgot akarunk hallani. De a jámbor szép dolgok nem állják meg a helyüket, ha nincsenek a valóságba meggyökerezve, és nekünk azt kell értenünk, hogy a mi hitünk az nem ábránd, nem érzelem, nem valamiféle homályos tapogatózása, de tényleg a valóságban gyökerezik, és az igazság az mindig a valóságban található meg, nem az ábránd világban. De ezért kell nekünk ugye mindig a valóságot keresni, a végső igazságot keresni, a dolgok végső alapját. Ugye nem véletlen, hogyha valaki mondjuk teológiát tanul, akkor először 2 évig legalább filozófiát kell tanulni. És annak sok válfaja van, sok ugye altudománya. Például a teodicea, filozófia istentan. Én azt nagyon élveztem. Egy nagyon igaz életű jezsuita, Weissmar Béla atya tanította nekem, aki hát nem csak hogy jámbor ember volt, de teljes egészében katolikus ember volt, amennyiben én megismertem őt. Tehát én nála szerettem meg általa ezeket a gondolatmeneteket. Na, ugye, hát ettől azonban manapság nagyon sokszor eltérnek, de ugye a filozófia az azért jó és azért kell, mert mondom, megalapozza azt, hogy a teológia és annak minden ága az a valóságról beszél, és a végső valóságról. Hogyha ez nem igaz, hogyha ez nincs, akkor minden más ugye tengerbe hullik, és minden más egy ábrándozás. Akkor tényleg az van, amit Kant mond, hogy csak a jelenségek vannak, csak a tünemények, amik úgy látszanak, de hogy mi a valóság mögött, ezt nem tudjuk. Ugye a Matrix egy modern szóval szólva, hogy ugye csak egy Matrix van, és hogy mi van a Matrix mögött, ezt nem tudhatjuk. Ezt mondja ugye az idealista filozófia Kanték után. A miénk pedig azt mondja, hogy mi a látszat mögé tudunk menni, a függöny mögé, és magát, az valódi valóságot és a végső alapját, az Istent is megismerhetjük. Na de, hogy milyen ez az Isten ezen kívül? Most megtudtuk, hogy ki az Isten. De hogy milyen az Isten, mik a tulajdonságai, például egy, hogy például mindenható, mindenlátó, stb. Na ezt majd a következő alkalmakkor fogjuk sorra szépen lassan boncolgatni. Úgyhogy köszönöm szépen a kedves figyelmet.